Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és hogy tényleg külön legyen a úgynevezett reklám, az oktatással kapcsolatban, a képzéssel kapcsolatban szeretnék egy-két gondolatot elmondani. Tehát többen kérték, hogy tartsak egy teljesen nulláról induló asztrológiai képzést, és én a tegnapi videómban már tettem egy felmérést, ahol közel 30 ember jelentkezett, tehát mindenféleképpen akkor ez lesz az egyik ilyen képzésem a jövő évben. Nézzük akkor pontosan, hogy mi is lesz, tehát szombatonként lesznek a képzések, teljesen alapfokú asztrológia, teljesen nulláról, teljesen kezdőknek, tehát ez azt jelenti, hogy ezt mindenféleképpen megtartom. Majd még felteszek videót, ahol a pontos dátum is tisztázva lesz, valamikor szeptember vége, október eleje, nagyjából ekkor kezdődik a képzés, és összesen 10 alkalomból áll, ami azt jelenti, hogy 10 szombat reggel 9-től délután 5-ig, tehát egy 8 órás kurzus, nyilván közben kisebb szünetek, de a lényeg, hogy ezt a képzést akkor ezek szerint el fogom indítani. A képzés előzetes ára 200 000 forint, tehát a 10 alkalom az alkalmanként 20 000 forintot tesz ki, de ha változik a bérleti díjam, akkor kénytelen vagyok egy picit többet kérni. De akkor se lesz több az alkalmankénti 25 000 forintnál, tehát vagy 200 vagy 250 000 forint a 10 alkalom. Ez attól függően, hogy mi a helyzet a teremmel, aminek bérleti díját kell kifizetnem. Ez tehát az egyik képzésem. A másik képzésem, ami most már elég régen volt, ez az úgynevezett szinasztria, amely három nagy témakört foglal magában, az emberi kapcsolatok asztrológiáját, azon belül a férfi és a női kapcsolat összefüggéseit, ezen túl összekapcsolható, ugye, mivel itt azért mégiscsak családalapítás és család összefüggéseiben is gondolkozunk, tehát ezért szóba kerül a gyermeknevelés, a párválasztás, illetve a gyermek pályaválasztási lehetőségei. Természetesen tanácsokkal ellátva. Ez is szombati alkalmanként lesz, szintén hasonló összefüggésben, hasonló helyzetben, tehát ez azt jelenti, hogy reggel 9-től délután 5-ig az ár hasonlóan alakul, tehát nagy valószínűséggel az egész év az 200, de ha nem férünk bele, akkor valamivel több, de nem sokkal több, maximum 250 000 forint. Tehát ez a két képzés az, amit biztosan indítani fogok az elkövetkezendő tanévben. Ez szeptembertől a jövő év, tehát 2024 júniusáig fog tartani. Amikor tavasszal meghirdettem, hogy a Hotel Szimbádban még van hely családállítás kapcsán, rengetegen kerestek meg, rengetegen hívtak fel, és ennek következtében most úgy döntöttem, hogy Budapesten június 17-én tartok egy következő állítást. Ez
nyilván miután nem tudom, hogy milyen lesz az időjárás, elképzelhető, hogy a szabadban tartjuk, elképzelhető, hogy lakáson tartjuk. A telefonszámom az 0620 377-es 9188-as, tehát itt kérném szépen jelentkezni, de hozzá kell tegyem, hogy már itt is több mint 10 ember előre, még akkor a szemesi helyzetben ezt lefoglalta. Miután nem gondoltam, hogy ekkora az érdeklődés, ezért most ismét meghirdetem, már megbeszéltem a Balatonszemesi szállodával, hogy valamikor október tájékán, amikor nyilván nem az ünnepekkor, tehát nem az október 23-a, vagy a őszi szünet, mert az egy kiemelt időszak, tehát azt megelőzőleg, tehát vagy az október első hétvégéje, vagy az október második hétvégéje, akkor ismét vezetek egy családállítást, amire szintén az előbb említett telefonszámon lehet jelentkezni, tehát az október első két hetében tessenek gondolkozni, úgyhogy ezt tudom most mondani, és hát akit érdekel, annak várom szíves jelentkezését, és elnézést kérek, hogy most itt magamat reklámoztam, de hát tudom, hogy vannak kedves érdeklődők, és várják, hogy visszajelezzek, és ez a legegyszerűbb visszajelzés, hogy egy ilyen videón keresztül meghirdetem, hiszen én se vagyok már mai csirke, úgyhogy a könnyebbik utat választottam. Köszönöm a megértésüket, és a kedves jelentkezők, a kedves érdeklődők, az előbb említett számon hívhatnak, és akkor minden részletet megbeszélünk. Előre is köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy meghallgattak, Isten áldja Önöket, viszontlátásra!